A kormány döntött a lőrinci zagyvaszántó térségében található aszbeszt tartalmú hulladékok végleges felszámolásáról. 26 ezer tonna veszélyes hulladék gyűlt össze, ennek az azonnali levédése fóliával, hogy ne tudja a szélszanat széthordani. A 26 ezer tonna veszélyes hulladék elszállítása hulladék lerakó telepre, és a föld alatta lévő részének 10 cm-re történő felszedése, tehát csak véletlenül se tudjon ott maradni semmilyen azbeszt jellegű hulladék. Ez az egész korabeli gyárterületet jelentés mutatja be. Szabó Zsolt kiemelte, a legfontosabb az emberek egészsége, pótolhatatlan kár érte azokat, akik megbetegedtek vagy meghaltak az aszbeszttől. Mindent megteszünk ahhoz, mint ahogy megtettünk mindent ahhoz, hogy ezt a problémát megszüntessük, és megoldjuk véglegesen, ez most bekövetkezett. Mindent megteszünk azért, hogy a két folyamatban lévő bűncselekmény büntetőügy hatására bűncselekménynek legyen minősítve, és el legyenek ítélve azok, akik ebben részesek. Az is, aki a bontást úgy végezte el, hogy a vasat kilopta belőle, és nem külön kezelte a veszélyes hulladékrészt, ez akkor sokkal kisebb lett volna, de az is, aki 2008-ban politikailag, kormányzatilag és helyi szinten ehhez az egészhez támogatást és feltételeket teremtett. Ez megengedhetetlen, hogy az emberek egészségével így bánjanak. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Víg Zoltánnal, lőrinci polgármesterével több mint fél évig keményen harcoltak, hogy megoldódjon ez a probléma. A kormány is szakértői segítséget biztosított számukra. Az emberek nagyon féltek ettől az aszbeszt hulladéktól, és mai napig is félnek, és én azt gondolom, hogy ezzel végérvényesen megoldódott az a helyzet, hogy itt ez az aszbeszt eltűnik a föld felszínéről is, ezt a területet rendezni fogják. És ezért csak köszönettel tartozunk az államtitkár úrnak is, és a kormánynak is, hogy ezt felvállalta. A veszélyes hulladék felszámolására és elszállítására a kormány 1,3 milliárd forintot biztosít.